Csütörtökön kezdődött el az ünnepi tűzijáték hidakon történő telepítése. Emiatt az Erzsébet híd északi, a Lánchíd déli járdáját zárták le a gyalogos forgalom elől. A szervezők ígérete szerint az idén különleges látványban lesz részük a nézőknek. Eddig az olimpiákon és a világbajnokságokon láthattunk hasonlót. A produkció abban áll, hogy század másodpercnyi pontossággal a megírt zenére emelkednek a magasba az effektek. A látványosság főszereplője a két hídon telepített római gyertyák sokasága lesz. A Lánchíd és az Erzsébet híd legfőbb látványosságát ezek fogják adni. 100 másodperc pontossággal vezérelhető az ő indításuk, annyival másabbak egy hagyományos tűzijáték bombánál, hogy nem kilőjük a csőből, majd fent effektet csinál, és valamilyen bomba, fűzfa, akármilyen szépséget az égen, hanem ennek a lényege az, hogy amíg felfelé repül, végig 30-50 méteren keresztül valamilyen hosszú csíkot húz, és egy ilyen és üstökösszerű valamit csinál, és ezekből sokat különböző szögekben, különböző alkokat lehet kirajzolni vele a Lánchídon. A telepítést különleges biztonsági előírások mellett kezdték meg a szakemberek. Oszlopokhoz az aljához teszitek? Alja és meg oszlop. Ezekből a kis pici dobozokból, kis csövekből fog majd működni a római jegykép. Ezek lesznek azok az effektek, amik inkább csendesek és nagyon szépek. Különböző színű mindegyik. Legalábbis a látványterv szerint, hogy ez meg lehet határozva, mindegyiken rajta van, hogy melyik milyen hagyas indítással kell, hogy kapja a vezérlő áramát, és az pedig itt található vezérlő egységen rajta. Ami majd a budai várból, a tűzijáték vezetési pontjáról fogja kapni a indítási parancsát, ott leszünk mi a vezetési ponton, és az operatív törzsnek a parancsára tudjuk indítani a tűzijátékot, és esetleg, ha szükséges, meg is állítani.